Na helló, srácok, üdvitt a GK-n, és üdvitt a The Long Drive világába. Érkezett egy kis patchünk, úgy gondoltam, megmutatom nektek, hogy azért legyen róla magyar videóanyag is valamint, akkor elmondok pár hasznosabb infót, így a játék kezelését illetően, amiből láttam, hogy még voltak gondok, meg beszélgetünk kicsit. Aki nem tudná, esetleg mindig a jobb felső sarokban látod, milyen verziód van, nem fogunk ilyenekkel szórakozni, hogy 2.3, meg 1.8, meg nem tudom. Ez egy dátum, mindig a dátum mutatja, hogy neked most melyik verziód van meg. Ez ugye a 2019. 9. havi 26-os verzió, tehát 26-ai verzió. Nyomjuk egy startot. Na, oké, ugye le is generáltam már a játék a világunkat. Én az elején szoktam még kicsit várni, amíg ugye betölti a hangokat is, meg minden. És itt van a gyönyörű, szép gépjárművünk a garázsba. Az első változtatás, ami történt, és ami nagyon fontos, az az, tyű, de ronda ez a csomagtartó. Ja, beszélni fogok a tárgyaknak a levételéről, visszalakásáról, hogy tudjátok egyszerűen megoldani. Az az, hogy ja, rossz helyen, ez nem Skoda, hülye gyerek! Itt elő van a motor, és most már kell olaj a motorba, eszi is az autó, kell majd utántölteni, érkezni fog egy kis olajos kanna, de hát addig, ahogy mondtam az angol videóban is, legyetek kreatívak, tehát meg lehet oldani, most már kell bele olaj, valamint most már ezt észrevettétek, láttam páran a rajongói csoportban, a motorok is mountolhatóak, dismountolhatóak, kb. Oda nézel, ahol a motor volt, visszarakod, és akkor itt most gyorsan kitérnék egy kis segítségre. Bármit, hogyha leveszel, akár véletlenül az F-fel, ugye mindig az F-fel veszed le, az L-vel hajtogatod. Arra azért figyeljünk, srácok, hogy ilyenkor a bal alsó sarokban látjátok, hogy az E plusz mouse világít. Tehát világosabb a felirat, mint például a left mouse button plus mouse, vagy az F dismount felirat. Mégpedig azért, hogy először inkább arra figyelj, és másodlagos opcióként van az ott, hogy le is tudod venni. Tehát simán leveszed, és igazából a visszarakáshoz szeretnék nektek tanácsokat adni. Úgy is vissza lehet rakni, hogy így oda nézel, ahol volt, és F, csak akkor ugye a tárgyat előfordul, hogy így neki vered az adott falnak, vagy kocsinak, vagy bármi. Én a Q-s módszert szoktam használni, ugye azt most már lehet többen tudjátok, ha lenyomjátok a Q-t, akkor úgy tudjátok a karakteretek fejét forgatni, hogy a tárgy hogy ott marad. Pofon egyszerűen oda nézel, F, ajtót is véletlen leveszed, lenyomod a Q-t, oda nézel, az ajtóknál fontos, oda nézel, ahol a zsanér van, visszarakod. F, Q, F. Ennyi. Tehát igazából, ugye mert itt mondták, hogy nehéz az irányítás, rossz az irányítás, érkeztek ugye ilyen revívek külföldiektől, minden gyerekek, pofon egyszerű, Q, oda nézel a zsanírban, ennyi. Tehát ennyi gyorsabban, egyszerűbben szerintem nem lehet felhelyezni. Paf. Na, becsuktam a garázsajtót, hogy ne tutoljon itt a szél, amíg beszélgetünk. Érkezett továbbá egy kis változtatás, ugye arra már lehet sokan rájöttetek, ha beültök az autóba és ránéztek a kormány közepére, akkor kiírja, mivel mit csinál. Ez még fog egyszerűsödni, lehet, hogy jócskán, de egyelőre változott, leírja, mivel mit csinálsz, stb. Stb. Nagyon sokan mondogatták, hogy hát, hogy magyarítás, legyen magyar a játék. Na most igazából lehet, hogy mi vagyunk ennyire durván angolosok már, de ilyenek, hogy settings, volume, shift, clutch, load game, save game, nem tudom, tehát nem tudom, mit kéne rajta magyarítani, de jó, lehet, hogy lesz külön, bár az oroszok ugye mondták, hogy nekik jó lenne orosz nyelv, meg stb. Ez úgy lesz, ugye beszélgettük Szefandével is, hogy van erre lehetőség, hogy valahogy a nyelvi fájlokat majd feltöltjük Steamre, és akkor szépen mindegyik országban ott vannak profi fordítók, mindenki magának megcsinálja nyilván a magyar nyelvet, hogyha erre tényleg ekkora borzasztó nagy igény van, akkor meg tudjuk csinálni, persze. Aztán érkezett egy új rádiállomás az FM 95-re, valamint a többi rádiállomások kaptak extra beszéd dolgot, nem mindegyik, a magyar rádióadókra még majd kicsit ráfekszek éjjelente, hogy lesz időrendben. Aztán, ha már itt vagyunk az autóba, ugye nagyon fontos, hogy érkezett nekünk, jobb klikkel tudtak egyébként zoomolni, lehet, ezt se tudják sokan, érkezett nekünk egy kilométer számláló. Ezek az autók úgy fognak most akkor spawnolni, akármilyen állapotban is vannak gyerekek, az egyszerűség kedvéért, hogy nullán vannak, és szépen, ahogy elindulsz velük, mérik a távolságot. Ebből nyomhatunk egy kis demonstrációt igazából. Na,
itt szépen látjátok is már, hogy ugye ugrott egyet. Hát ugye a legszélső, ha jót azom a 100 méter, az most 200 méter, és így tovább. Srácok, váltani ne felejtsetek el, mert valahogy a külföldi streamereknél is még mindenhol látom, hogy kettesbe megyünk padlón, forra víz, ég a motor, fogy a benzin, minden. Tehát szépen azért váltogassunk, azért vannak azok a sebességek. Még egy kis észrevétel a részemről. Észrevettem külföldieknél, nem tudom, ez nátok mennyire jellemző, hogy olyan vígan elsuhannak az épületek mellett úgy, hogy meg se állnak, hogy az valami teljesen elképesztő, gyerekek. Tehát úgy gondolják, hogy nekik aztán bőven van benzinük meg minden, majd megy, megáll, kifogy a benzin, és akkor mérgelődik, és nehogy Isten, ugye, letörli a játékot, visszatérítésként, stb. Gyerekek, az épületeknél álljunk meg, kevés a benzin, össze lehet gyűjteni, így is a Gabmán múltkor 40 literrel ment, tehát sajnos még mindig azt mondom, hogy rohadt sok benzin van. Ennek ellenére a külföldiektől ezt látni, hogy azt írják, hogy nem elég a benzin, ez röhely. Tehát a házaknál azért álljunk meg, tehát minden lootnak örülni kell, ez a játék lényege. De úgy néz ki, ez valahogy így elsiklott azért pár, főleg a külföldiek mellett nagyon elsiklott, hogy észrevettem. Aztán elméletileg könnyebb lett az autóból való kiszállás ezen Genesz, most még finomít, egy nagyon-nagyon gyors villámpecs fog érkezni, majd valamikor oda ezek már bekerülnek. Aztán ki lett javítva, hogy alvás közben nem tűntek el a szövegek. Amikor így éppen ránéztél valamire, vagy stb. És akkor alvás közben ott mutatta ezeket a nagy szövegeket, meg stb. Ez elvileg megszűnt. Nézzük is meg azért. Ránézek mondjuk ide, mert ilyenkor jön be a legtöbb szöveg. Nyomva tartod a V betűt, sokan lehet azt sem tudják, hogy lehet aludni, ennek később több haszna lesz majd az elkövetkezendő patchek folyamán. Nyomva tartod a V-t, elalszik. Most ugye nappal aludtunk el, beesteledett, ez igazából elég realisztikus. Aztán itt este akkor nézzünk körül. Ez a deszka majd meg lesz még változtatva, de egyelőre javítva lett rajta, most már nem csúszkál össze-vissza, ez kell, mert különben beesnél a pincébe, a pincén meg direkt valljuk, mert tök poén, ahogy alulról látni, majd a kocsit, sőt, ez majd kelleni fog másokból is, egyelőre azért van így. Aztán egy olyan dolog történt még, hogy a vizet H2O-ról átneveztük sima vízre, tehát waterre, úgy néz ki, ez is probléma volt, tehát sokan nem tudták, mi ez a H2O, mi az, guszti, valami mérgező anyag, érted? Tehát az a gond, hogy nekünk, oké, hogy köztetek ugye vannak okosabb emberkék, meg képzettek, meg minden, de ugye nekünk gondolnunk kell azokra is, akik itt tényleg nagyon el vannak tévedve, de ettől függetlenül, srácok, nem fogunk ám a játékból most ilyen ilyet izét csinálni, hogy mindenhol villogó had van, meg világít a visszapillantó helye, hogy hova kell tenni, hát gyerekek azért ne. Tehát ezek a dolgok nem fognak változni, így is tettünk be már csomó segítséget, meg amikor ilyeneket hallunk például. Na ez nagyon fontos, erről akarok beszélni nektek így magyaroknak, és majd a külföldieknek is. Hogy mikor nézek egy live-ot, és akkor mondja benne a külföldi például, hogy jó lenne azért egy trailer, azért igazán tehetnétek bele trailer. Honnan tudja, hogy nincs benn? Körülbelül 15 métert, tehát a türelmetlenség, az izgágaság, az borzasztóan jelen van ezeknél a Call of Duty nevelkedett embereknél, de gyerekek, lassan, nyugodtan, tessék körbenézni, nem fogunk mindent elmondani ezekben a videókban, hogy mi kerül be a patchekkel, mert lelőjük a poént egyszerűen, jó? Tehát lehet, hogy fog úgy bekerülni autó, állat, élőlény, akármi, hogy nem mutogatjuk, te majd mész, és megtalálod. Ez a játék lényege. Ez adná a fő élményt, a szaftot, érted? Nem fogunk minden szart beleírni, hogy most az első benzinkutnál mögötte a kis dobozba belekerült egy kis extra, tehát nem már, érted? Ezt igyekezzük majd elkerülni. Aztán a cuccok forgatása kicsit változott. Behozom a célkeresztőt, a backspace-el egyébként, ha fotózni akartok, vagy bármi, vagy úgy akartok játszani, hogy még ez a kevés kis szöveg se legyen a képernyőn, nyomtok egy backspace-t, azaz a törlést, azt hiszem az arcba is így volt, és akkor szépen minden eltűnik. Most a tárgyak forgatása talán egyszerűbb lett, viszont látjátok, a jobb alsó sarokban megjelentek feliratok, hogy hogyan scrollozod, a scrollnak a sebességét tudod állítani, ha túl lassú, hogyan forgatod, milyen tengelyek mentén, stb. Ezen valószínűleg majd még egyszerűsítünk a szövegeken, hogy egy kis egér ikon fogja mutatni, hogy mit klikkeljél, meg mit tudom én. Igen, lehet majd cigizni,
rajta vagyunk. Aztán egyelőre még rossz hír az, de ez egyébként gyakori lesz, gyerekek, ezt tudjátok, hogy ha régi mentést töltetek vissza az új olaj meg motorcsere rendszer miatt, a kocsitban nem lesz motor. Javaslom, hogy mindig kezdjetek újat, jó? Most egyelőre így mászkáljatok, bohozkodjatok, aztán majd, amikor már úgy el lehet jutni a végcélhoz, hogy nem lesz ilyen gond, majd arról tájékoztatunk. Meglátjuk ezt, hogy fog alakulni, egyelőre mi se tudjuk. Rengeteg minden jól alakult, rengeteg nem várt hiba jött elő. Ez ilyen, ezért early access, tehát még egy-két évet biztos, hogy dolgozni kell a játékon, rengeteget kell még rajta dolgoznunk, de aki kitart és így végigköveti a fejlődést, azt persze nagyon szépen köszönjük, és örülünk nektek, srácok. Aztán a legvégére hagytam talán a legfontosabbat, egy kicsit nerfeltük a kocsik hűtőjét, magyarul kicsit fordított nerfelés, tehát jobban bírják, ami azt jelenti, hogy most talán nem fog olyan hamar felforni már a vizetek. Persze ugye a hűtőknek vannak minőségbeli különbségeik, tehát ez most épp egy tök jó, amit kaptam, visszatesszük ide, nem mindegyik ilyen. Tehát hogyha nagyon-nagyon rossz hűtőt kapsz az autódba, az lehet hamarabb forralja fel a vizet, de korán sem olyan mértékben, mint eddig. Aztán még nagyon fontos dolog, de most már nem hiszem, hogy kimegyek a garázsból, gyakrabban spanolnak autók. Tehát hogyha ezzel kezdesz, akkor a másikat, a kotlát is könnyebben megtalálod. Ha a kotlával kezdesz, akkor meg ezt találod meg könnyebben. Ugye mindannyian tudjuk, hogy mi ez? Nem kell mondanom. Mondjuk itt mondogattak ilyeneket, jókat nevettem egy külföldi live-ba, hogy Seat 124, ami jó lényegében hasonlít, aztán Fiatot is mondogattak, ugye érthető okokból. Ezt mindenki eldönti magának. Puty! Srácok, szerintem minden fontosabb dolgot meg kis infót elmondtam, figyeljetek, már csak azzal tartozom nektek bevallani, vagy hogy mondjam, hogy jövő héten érkezni fog egy nagy patch, most hirtelen ránéztem a táblára, hát lesz meló, de érkezni fog új épület, jármű, stb. Jó, szintén nem akarom lelőni a poénokat, tehát lesz mit csinálni, alakulnak, változnak a dolgok, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartotok és játszotok a játékkal, legyetek jók, és akkor találkozunk a következő hasonló videóba, vagy akármibe. Ciao, sziasztok, srácok!